Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit! Ez itt az Hvidó Podcast Live legújabb adása, és remélem hallotok. Ez egy visszatérő elem a podcastben. Én fők, és itt van velem a doktor is. Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit! Van hang. Yes! 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 Ez már egy nagy achievement, hogy most már sikerült elindítottunk úgy hogy van hang. Kérhetünk egy shoutoutot László Rónynak. A mindig shoutout adunk, ez nem kell extra. Hát, kis Norvi, neki mindig shoutout van. Bár ha Broken Bart van kértitek, akkor az majd még egy kicsit, ahhoz többen kell kérnetek még, ahhoz kell egy kis, kelles kis csí még. Igen, a jó László Roli, úgyis mint koppány, bekerül az idén a HCV Hollófénybe majd a véres novemberem amit egyébként abszolút megérdemel László Roli barátunk. Így szóval van, neki osz. mindig ott a shoutout. Így van, neki mindig. Földanya áldása legyen vele. A földanyának köszönhetően. De a negédet senki nem nevezte még eddig földanyának, ugye tudod? Valszegy nem. Neki is megy a shoutout. Földanya. Lejjen keblére. Na. E és most hányszor fogjátok megkérni? Most szivatnak téged, te ez persze. az, amit te kértél, te hogy te. többen is jelezzék. Többen is? Hát jöhet, <laughs> persze. Hát te is spammelitek a izét, csetet, az teljesen jó, már mintha ebben. Ha mással, az nem annyira. De, ja, szóval, és ha rászól, hogy már úgyis Peste lesz, akkor csak böködni kéne a bottal, hogy jöjjön podcastelni. Meg gondolom, te is jössz véres novemberezni, mert azért arra, arra csak fő ez a fene. Egyelőre még teljesen képlékeny minden. Ja, jó, oké. Okay. Ezzel kapcsolatban csak le kéne ülni egy jó ö, szociális distancinget nem betartó podcastre a kanapéra hárman, mert az mindig jó. Miket propagálsz te itt? Ja, 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 persze. Még a maszkot is égetek, mert mint egy-két zseni, ugye. A sokat értenétek belőle. Figyelj, megcsináljuk azt, hogy fölveszünk egy két órás podcastet úgy, hogy maszkban gesztikulálunk, és aztán alá mondjuk a hangod. Azt a mai napig nem tudom, hogy Gridó, hogy a francba csinálja. Szóval azt őszintén nem tudom, amikor negyed óra, húsz perces videókat csinál úgy. Ötletem nincs, hogy azt ő, hogy a francba csinálja. El elképzelésem nincs, srácok. Ugye Hello Grido az egyik youtuber, akit nézünk Star Wars tévában, és rohamosztagos isakban csinálja a podcastjait. Meg és a és videóit. A nézni fizetett Bérence. Így van, és a Disney fizetes Bérence, hogy ezt egy-kettő podcast hallgató leírta nekünk párszor. Ja. Egyébként bocsássatok meg ezúton is, doktornak ma ahhoz van kedve, hogy egy tollal játszadozzon, tehát valószínűleg doktor egész podcast alatt egy tollal fog játszadozni, és egyébként doktor utálja a téli időszámítást, ami a mai napon beköszöntött, úgyhogy ennél fogva doktor Mufulc már nagyon sötét van. Jó, most már egyébként is sötét lenne, de már délután is sötét volt. Így van. És csak így hagyom. <kül> Nem Miről minden. fogunk ma beszélni, kolléga? Semmiről. <laughs> az a nagy, piros rondaság, ami ott van a WB raktárában, az semmi? Hát most már nincs a raktárban, mert most már a izében van, a Thunder Domba van már egy a... hete, de, <laughs> de... De ja, szóval a Hell szel a 2020-as gálájáról fogunk beszélgetni nektek, amin jelenleg rettentően kurva kevés mérkőzés van bejelentve, de ne aggódjatok, mert valószínűleg a WWE nem lesz kedves, és rettentően kurva sok mérkőzés lesz benne, amire nem lett bejelentve. <laughs> Tavaly is ezt csinálták, nem? A tavalyi Helena szerre nem akarok emlékezni. Azt az agyam próbálja törölni. Az nem létezik. Jó, Seth Rollins a WWE Bumpnak az ET verziójában azért emlékeztetett mindenkit arra, hogy ő valójában megnyerte azt a mérkőzést. Diszkvalifikációval, <laughs> ugye? Miért raksz, ugye, X-pakkot idézve, miért raksz diszkvalifikációt egy cellába? Bár annak az interjúnak inkább az volt az érdekesebb része, amikor Rollins papa közölte, hogy nem tudta élvezni a tkr közös munkát a ringben, mert úgy be volt szarva tékertől, mint a szemét. Ja, ezt így Rollins elmondta, és lettünk jót rajta. Én elkezdtem bottal böködni magamban Rollinsot, hogy nem ért felejtetted el az első szabályt, ami ugye, micsoda gyerekek, nem szarunk Rumb. be de Bárti aztán helyre tett engem, mondvár, hogy Téker az kivétel. Így van, Téker a szabályokon fölül áll, és Tékertől beszarunk. <laughs> Téker kivétel. Téker egy és megismételhetetlen, és a Survivor szérizre jön. Ó, azt hittem, ma csak a Jericho gonduló. MGF Musical Edition miatt gyűltünk össze. Re. Retek koma. Én imádtam. Azt is, meg az Otis cuccot is. Másik oldal, az nem. Azért nem beszélünk róla. De hosszabban. De beszélhetünk róla. Jó. Végül is. Srácok, a legszórakoztatóbb dolog volt a Moxley MJF-en és a Dusty Cody, vagy Dustin Cody cuccon kívül, amit az All Elite Wrestling lerakott az egyéves működése alatt. Ja. Yeah. Énekeltek abban, mi a szórakoztató? Az, hogy zseniálisan vicces volt. Az Nem egy... geniálisan vicces, de tök értelmetlen. Egyiken se rendít semmit. Jericho zenei karrierjén igen. Hát miért lendítene Jericho zenei karrierjén az, hogy MGF jobban énekel, mint ő? <laughs> Egyébként ezt én is részt vettem. Már valószínűleg a jó jericho bar annyi alkohol volt, hogy ezek után már nem kell számon kérni azt, hogy nem tudja kivágni a magas szét. Valszeg, biztos. Jericho tuti be volt nyomva, mint a szemét. Hát figyeltek, srácok, én, nem vagyok úgy vele, hogy most ez a szegmens elásta a profi birkózást, mint néhányan, akik így írnak róla az interneten, vagy beszélnek róla az interneten. Ugye a jó Jim Cornett baromira kiakadt rá, a PV Insidernek a szerkesztője Dave Scherer is utálta az egészet. Hát én azt gondolom, hogy semmivel nem ásta -e jobban a biznisz, mint nagyon sok dolog, amit akár az attitűdérában megcsináltak. Szóval olyan szinten sértőnek, meg ilyesminek abszolút nem éreztem a szegmenset, mint aminek az oldtimerek mondják, csak nekem nem is volt vicces én, én legalábbis nem szórakoztam rajta különösebben, csak azt jegyzem meg magamnak újra meg újra, hogy Jerikónak olyan feje van, mint aki egy hétig megállás nélkül tömi magába a vodkát. Mert valószínűleg pontosan így történik, hát szerinted honnan jött a mimóza ötlete? Nem akarom elképzelni. <coughs> Tudod, a vodka fertőtlenítő. Ah, hát, ja, persze, Covid idején különösen hatásos. <tos> <tos> Úgyhogy, hát figyeljetek, srácok, ez van. Most megkaptuk ezt a szegmenset, szerintem nem ebbe fog belebukni az All Elite Wrestling, és nem is ettől fog leginkább mennybe menni. De egyébként a jó fi megint megkérdőjelezte a reakció alapján azt, hogy van humorérzékem. Pedig van, röhögtem már életemben, srácok. Előfordult. Ne, nem sokszor, de láttam. Szóval néha előfordul. De az, az olyan, néha a glitch a rendszerben, a doktor robot rosszul működik olyankor. Elmondtam neked már Messengeren is, hogy az idei évben végignéztem egy 12 évados szitkomot, ami tetszett, és még viccesnek is találtam. Szóval nem mondasz nekem, hogy nem találok viccesnek semmit. És végre tudunk róla beszélgetni, mert én is épp azt nézem. Szóval. Yeah! <laughs> már egy évadnál járok, szóval egész jó haladok. Úgy három hét alatt. Az remek. Hát, tudod, hogy szoktam sorozatot nézni, szóval ez nem úgy Igen, tudom, hogy szoktál sorozatot nézni. Egyébként a Big Bang theory az agymenükről van szó, hogyha valaki nem vágná pedig azért ugye emlegettük ott a... Én ott már másodjára nézem, mert én már egyszer láttam, szóval... Ugye, yeah. az, a, ami rettenetesen kívülök akad, vagy mennyit változott tíz év alatt a világ, hogy ez, ez még különc volt és fura tíz évvel ezelőtt, ma meg teljesen elfogadott és oké. Okay. Ez egy kicsit, kicsit így még mindig szíven üt, amikor még furán néztek az ember azért, mert képregényt olvas. Ez egy el-eltűnt el, dolog. Nandi, kezed foghatsz Zafara Minnal a háromszoros HCV bajnokkal, mert ő ugyanezt mondta nekem, amikor megosztottam még tavasszal a Facebookon annak a tényét, hogy ezt nézem. PG közölte az, az Office-ra, hogy azt nem értik. Mondom, mert soha biztos nem dolgoztál irodába azért. Ugye? Akkor én se érteném. Hát nem valószínű. Van ez így. Igen. Na mindegy. Nem nagyon akarunk beszélni a Helena Szerről, úgy érzem. Egyébként, hogyha valami tetszett a heti All Elite Wrestlingben, ha már eriko akkor az az volt, amikor Omega bejött egy teljesen nevetséges bevonulással, és aztán két mozdulattal leszforsolta a jó szónikiszt, Az király volt. a, 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 a továbbra is ajánlom az Olajt Wrestlingnek, hogy vegyenek föl egy normálisan működő social media menedzsert, mert borzalmasak a videók, amik ki vannak rakva, és borzalmasak a címek is, amiket adnak neki. Nézzék meg a WWE Fox YouTube csatornáját, hogy kell csinálni. Mert valami borzasztóan megy még. Szóval ez a, a hangsúly a Kenny meg a szuper új bevonulására volt rakva. Epic new entrance. Nem az volt hát figyelj, a lényeg. Kira. De hát, ha a mérkőzésben nem gyakorolhatta a művészetét, akkor a bevonulás közben kellett gyakorolni a művészetét, és akkor az a lényeg. Nem? <laughs> Igen, aki a Discordon van, srácok, az látta, hogy egyébként mi volt a reakcióm rá, hogy Omega végre megérkezett az Olajt Veszlingbe egy másfél év után. De Na, nagyon király volt, én imádtam tényleg. Tehát azt, hogy bejött, és tette a sportszerűt a mérkőzés előtt is, a mérkőzés után is, közben megvágta ezt a szuper arrogáns fejet, amivel mondjuk bajban vagyok egy kicsit nála is, meg a Bucksnál is, mert soha nem tudom, hogy ezt bőrköli ezt az arrogáns fejet, vagy ez alapból a feje. Igen, vannak olyan emberek, De melyik... ez alapbeállítás. De akármelyik is legyen, egyébként baromira jól állt neki, és az a két mozdulata, hogy megvolt neki a mérkőzés király volt, több ilyet kennitől. egy ilyen ellenfelekkel szemben. Igen. Úgyhogy ez, ez, egy lépés a helyes út felé. Jep, jep. Jep, jep. Lefagyott a izém. Az irányítópult a másik oldalon. Nem baj, volt már ilyenre példa. Nyomtunk végig új livestreamet a youtube on hogy nem működött az irányítópult Na, újra működik. Yeah! De azt még mindig nem írja, hogy hányan vagytok, szóval a tűcs irányítópult is jól működik. 28-an, kérlek szépen. Szuper jó, sokan vagytok akkor. Igen, köszöntünk szépen egyesével mindenkit. A sok hely fog tartani. Úgy értettem, hogy most így, ezáltal ja. Ja, köszöntöttem egyesével mindenkit. Azt hittem, hogy meg fogsz hajolni mindenkinek. Namaste. Namaste. Na. Még mi nem beszéltünk el Innes erről. Nem. Nem is fogunk, mondta majd. nem A mai, a, a, mai a picse, hogy mennyi időt tudunk elbaszni, mielőtt rá kell térnünk állni a szere. Ó, oh, oh, az nem jó ötlet. <laughs> az nem jó ötlet. Ugye pont, a, pont ma az a rész volt, amikor ugye Penny olvassa a, a Lenőrd anyának a könyvét Lenőrdről, és akkor Lenőrd kiakadt, hogy a gyerekkoromban Izé csinált nekem új tojásvadászatot húsvétkor, hogy nem uh, volt elrakva tojás, és kíváncsi volt, hogy izé, meddig keresem őket. És júniusig kerestem őket. <laughs> Nálunk is ez lesz most, ha elkezdünk szórakozni abban, hogy meddig nem beszélünk a Helino-szerről. Egyre inkább érik az agymenő podcast, úgy érzem. Igen, egyszerre érzem vele. Ja. Az is. Na jól van, gyerekek. Oké, akkor ne kísérletezzünk, hanem térjünk rá a Hellino-szerre, és mondjunk valami színeset, elméset, szellemeset erről a csodálatos PPV-ről. Akkor, moment, akkor kapnak PPV introt. Hoppá, nem sikerült. Le. Igen, eltűnt. Na, akkor mégsem fogtok pont pontresztintot kapni, és ez a nagyon jobb. De mindegy. Nem, de cserébe elboztad vele az egész képet. Nem, baj, volt már ilyen. Yes, yes, yes. yes, yes. Free Minute yes. Warning intro az van, azt beraktam. De a izét azt nem. Hát van ilyen. Srácok szarul vagyunk három hete. Ez van. Egyébként, ha már mini 3 Minute Warning, Daniel Bryan nyíltan beszélt arról a Talking Smack műsorában, hogy ez az utolsó teljes idejű futása a WWE-vel. Ó! Oh. Oh. Mondjuk a teljes idei futás az most elég érdekes, amikor nincs hausó. Minden héten tévébe vagy, az a teljes idő. Nem, az a part -timer. Mert nem birkózol a Azért vagy part -timer. a, a koronavilágban ez a teljes idő. A part meg az, hogyha csak PPV-kre jössz, vagy minden második PPV-re jössz, vagy csak nagy PPV-kre jössz. Na jó. A Goldberg lesz a part -timer. Amikor visszahozza a WWE. <laughs> De Daniel közölte, hogy nem, izé, nincs elég idő a fiataloknak. Mondom, milyen fiataloknak akarsz időt adni? Mikor a roster 95% olyan, aki az NXT-n keresztül jött már be. Azt ugye tudod, hogy a jó Daniel Bryan egy ideje kreatív konzultánsként is dolgozik. Nagyon jó rengeteg vegan fogunk látni akkor előbb-utóbb. Bizony, kreatív konzultásként is dolgozik Brian, és állítólag több ötlete is volt, amit felhasználtak az adásokban, főleg birkózókra vonatkozóan. Állítólag ő volt az egyik legnagyobb uh, támogatója annak, hogy Gable-től szüntessék meg ezt a shorty G gimmiket. Super, super approved. Super approved, srácok. És hogy behívtam a podcastbe? Szóval Brian is nézi a podcastet. <tos> <tos> Persze, miközben a bioparadicsomait tutuljgatja. És <laughs> hallgatja, ez a szori a az Mielőtt valaki megszólna, semmi rossz nincs abban, hogyha valaki bioparadicsomokat tutuljgat. Nekem is van ismerősöm, aki csinálja, és győzköd engem is arról, hogy csináljam, csak nekem nem nagyon sikerült még növényt életben tartanom életemben. Az. <laughs> Növények megdöglenek a közelünkbe. Van ilyen antinövénymezőnk. Valami olyasmi. Nem akarunk a Nesz erről beszélni még mindig. Jól van, srácok, akkor just is elkezdek beszélni a Helly Nösszerről. Ugye öt mérkőzés sikerült bejelenteni az egész adásra, ami emlékeim szerint nem sokkal több, mint amennyi tavaly volt. Ugye tavaly is megcsinálták a cella mérkőzéseket a kárdol és aztán úgy voltak vele, hogy engedjük el a többit, majd valami szarral kitöltjük az időt. Olyan is és lesz. idén is eléggé hasonló a helyzet, csak most nem kettő, hanem három Helly Nösszer meccs van a kárdon, ami szerintem finoman szólva is túlzás tehát azért három cellameccset úgy, hogy különbözdenek is, és más-más történetet meséljenek el, egy három óra leforgás alatt lehozni nem egy egyszerű történet. Mi a toszért kell berakni az úszót Romennel a cellába? Ez az egy kérdésem van. Ha már úgyis is mecset meccset csinálunk, akkor mi az Istenért kell berakni a cellába? Feeling kedvéért gondolom. De egyébként igen, tehát a Reigns úszó mérkőzés az tipikusan olyan, hogy elég lenne neki az Iquitch típu, a cellára nem szorul rá különösebben. Orton és McIntyre az azt gondolom, hogy rendben van, nagyjából a feudban is olyan szinten tartanak már, hogy, hogy belefér. Bélit és Sasát pedig adom alapvetően a cellában, tehát tök jó, hogy ők bekerülnek, csak náluk az a probléma, hogy ők kicsit korán vannak hozzá a feudban. Az két hónap múlva, vagy annyi, kettő-három, szóval ez így egy kicsit arébb lenne még szerintem is, igen, ennyien szólva. De beszéljünk a többiekről is, mert nem csak ezekből áll a kárd, amit eddig bejelentettek, hanem gyönyörűen megkaptuk ugye Jeff Hardy-t és alája a rockkoncert után, a félre sikerült rockkoncert után a PPV-re, ami, hát, fogalmazzunk úgy, hogy nem nagy érdeklődésre tekint tőlem számon, abszolút. Nem. Pedig ezt kifejezetten hát, kedvelem. Szerintem ezzel a hardi elleni cuccal egyébként egy ilyen mini push akarnak beindítani neki. Mm. Tehát nem egy nagy push, nem gondolom, hogy túlságosan magasra kerülne a Kárdon, de arra számítok, hogy ebből a hardi elleni cuccból győztesen fog kijönni. Ez inkább az, hogy tudod, a, a visszatérés után pozícionáljunk egy kicsit magasabbra Alejszt, mint ami volt a sérülés előtt kb. Ez az lesz. És Hardy kapura jön hozzá. Igen, igen. Szegény. Szegény Hardin szét lesz verve a gitár megint. Nem értne. Jó. Vagy Akkor... majd, megjelen... vagy majd megjelenik Jeff Jarrett, és ő veri szét a gitárt valakin. Úgyis az volt a gimmickje 15 évig. Persze. őt még nem rúgták ki, nem? Nem, ő ott van a kreatívban. <laughs> az mennyire jó már egyébként, hogy Impact Wrestling alapítóként, ő is kikötött a WWE kreatívjában, és nincs semmi hatása, hogy ott van, mert a kreatív egy elbaszott nagy, végtelenül hatékonytalan gépezet egy blob, gépezet, egy bocsánat. ilyen blob ilyen nagy blob uh, de nem baj, a Izé is ott van ugye a Porás is ott van, meg ugye a Abyss is ott van, szóval tök jó mini így még, ilyen még, még, még jöjjön Dixie esetleg <laughs> Dixi megveszi a víztől a WWE 20%-át, vagy 30%-át, vagy valami sztorival. Könyörgöm, csináljuk meg. Könyörgöm. Stefani kontra Dixi meccset rakunk fel. Új, nagyon vagy. jó. Nagyon jó. Soha nem fogjuk eldönteni, hogy Dixi mérges, vagy örül, vagy boldog. Ugye? Vagy elégedett. Vagy szomorú. Vagy szomorú. Jó, jó, Dixi. Nagyon jó. E, akkor ugye lesz Money in the Bank kontrakt mérkőzésünk, ugye a jó Otis és Miz között a mi az a Smackdown lezajlott a per, ahol JBL volt a bíró. Na akkor mesélj erről egy kicsit, mert én ezt viszont nem láttam. Az a lényeg, hogy JBL volt a bíró, Ron Simons volt a törvényszolga, és Teddy Long volt az írnok. Miz elzavarta az ügyvédnőjét egyből, Otis meg saját magát védte. Tudjuk ugye a jogi mondást, hogy aki saját magát védi, annak bolond az ügyvédje. Szóval ez, és utána Miz is saját magát védte, és mentek kicsit az adok kapok, és végül ugye JBL Otis javára döntött volna, erre Míz közölte, hogy van még egy bizonyítékunk. Odaadhatom, ö, bíró úr. Elővette egy fekete aktatáskát, odaadta JBL-nek, JBL benézett, JBL ugye yeah, ka kassa, kassa hang, csing csing, és akkor JBL Mízia vára döntött. Ugye tudod, hogy ez tök hi hiteltelen? Persze, hogy az, de zseniásra jó volt. De azt is tudod, hogy miért hiteltelen? Nem, El mert JBL milliárdos, de az más kérdés. Nem, akkor nem tudom. Mert JBM volt ez a törvényszolga. Az ügyész volt egyébként. <laughs> ja, a szoros hogyha már mindenképpen tudni akarod a törvényszolga, az kény volt, de nem ezért, hanem mert köztudomású, hogy a birkózók bíróságán nem pénzzel kell lefizetni a bírót, hanem rengeteg mennyiségű piával. <laughs> Jó, ez igaz, ez tény. Ez tény. De az akkor, amikor téker a bíró, de ez más kérdés. <laughs> szerintem Bretschow se tiltakozna ellene túl sokat. <laughs> Bretschow whisky szóval szerintem ő inkább azt kérne. De nekem nettenesen tetszett a szegmés, és jó volt. JBL rettentően öreg, és rettentő sok haja van. És azt nem tudom, olyan hogy... Haja, mint színáljé? Hosszabb. Húha. Nem tudom, hogy tudták elrángatni a bahamákról egyébként. Holnapra beváltást is érzel, Csabakun. Az még szép lesz. go! You know yeah. Bár az lehet táskabeváltás is. Hm. Nem tudom, srácok. Én nem láttam azt a tárgyalást, úgyhogy nem tudok nyilatkozni róla. Abszolút. E, igazából a Jericho MGF után úgy voltam vele, hogy egy komédia szegmens nekem erre a hétre tökéletesen elég, és a másikra nem vagyok kíváncsi, mert az az egy se váltott ki belőlem különösebb érzelmeket, vagy ha-hát. E, Hát ez az Otis-Miz match vált ki belőlem túlságosan nagy érdeklődést. Üh, nem mondom, hogy túlságosan bejebb lennénk azzal, hogyha Miznél lenne a táska, de annyival talán mégis, hogy nem Otisnál lenne. Szegény Miznek a jelenlegi pozíciójával igen, egy kicsit nem lenne jobb helyen a táska, de azért Miz potenciálisan jobb táska tulajdonos, mint Otis. És még így is lenne egy fél év, amíg rendben lehetne rakni Mizt is a táskával. Hát azokat a három perces tech team vereségeket nem nagyon orvosolna egy ilyen győzelem. Na mindegy, azt, azt elmondtuk már korábbi adásokban, hogy ott is szalmit kéne csinálni, hogyha nálam marad a táska, szóval román mészárója csak lesz éppen, de mm, őszintén nem tudom, hogy mit akarunk most ebből kihozni. Nem tudom én sem. Ez ilyen tipikusan az, hogy legyen valami a táskával, amiért van. Egyébként hát majd... el nagyjából, mondjad. Majdnem minden táska tulajdonosnál volt ilyen cucc, hogy meg kellett védeni egyszer a táskát valami PPV-n. Volt, akinek nem sikerült, volt, akinek sikerült. Hát nem tudom, srácok. Igazság szerint szerintem ezt a meccset felejtsük el nagyon gyorsan, mert szerintem a PPV után is villám gyorsan el fogom felejteni, ha csak valami irtózatosan nagy Breslow nem történik közben. Azért nem, mert azért, na, Azért miz elég jó bőr ahhoz, hogy megoldja. Ennyire nem. Á, de Hogy nem. A táskát el kéne küldeni pihenni, de erről már beszéltünk többször. Bármi nem, nem most, nem az egész koncepciót. Az egyértelmű, hogy szerintem nagyon kifulladt. Én, én, abszolút nem venném meg most, hogyha Miz beváltan, elnyerné és beváltaná a táskát. Tehát Miz annyira lókárdon van az elmúlt fél évben, hogy világbajnoki pozícióba emelni őt táska beváltással szerintem öngóle pillanatban. Ez az nem, nem működne. <hállt> Jelenleg nem működne. Szóval Miz legalább... Két... <hállt> 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 kérdésre mondtam. Ja, ja jó, oké. Okay. két-három hónapnyi építésre van, attól legalább mit kárd el legyen, sajnos most éppen. Szerintem kityó, azt a Dabidő -da sem tudja, hogy most mi van a táskával éppen. Szerintem nincs brendhez kötve, hogyha mi viszi, akkor megy a róra. Igen. Emberhez kötve a, van a táska, Mint a... Ja, vagy, hogyha, vagy, vagy úgy kérdezik talán, hogy másik brand bajnok ember lehet-e váltani, hogyha te konkrétan azt meg kell, vagy vagy a Róm vagy. Azt szerintem úgy hogy a saját brended lévő birkózón válthatott csak be. Igen, igen, ilyen értelemben szerintem is. Ami szintén a székkategória, kategória, de mindegy. Régen ezért Ez volt különböző színű táska. Csak már három táska már tényleg sok lenne. Adjunk mindenkinek táskát. Te, is kapsz egy táskát. te is kapsz táskát. Te is kapsz táskát. Te is kapsz táskát. Te is kapsz táskát. Mindenki kap Mika. táskát. Az. Ugye? Ugye? Jó. 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 Kényszerűségből beszéltünk a két undercard meccsről, akkor rátérhetünk a cellákra? Igen, most már szerintem rátérhetünk a cellákra, igen. Éltérő Délés... híreket Eltérő híreket és plegykákat lehetett hallani arról, hogy mi lesz a főmérkőzés. A PV Insider szerint szombat reggeli állás alapján Orton és McIntyre lesznek a main eventben, egy ma reggeli másik fiúkról származó hír szerint pedig Sasha és Bailey lesznek a main eventben. Ez kicsit még korai lenne az ő fiújuk állásában. Az De rá lehet az. mutatni, hogy mennyire progresszívek vagyunk megint. Azt um, az Hát mondjuk a tavalyi cúsznál nem lehet rosszabb, szóval abban bizakodom. Eee, hát nem tudom. Én a most a csajok nem, nem érzem azt, hogy ott tartanának. A potenciál benne van egyébként. Ha ez mondjuk hónapokkal előrébb lennénk a akkor azt mondom, hogy igen. Mert egyébként jó, amit csinálnak, kifejezetten tetszik. Az a székel kényszerítem, hogy aláírjam a szerződés, dolog, meg ilyenek, szóval az kifejezetten eee, kreatív és jó volt. Mondjuk nem is vártam mást véléktől ilyen szempont, úgy, olyan szempontból, azért valószínűleg csak oda akarják tenni magukat, ha már ez, ezért erre vártak éveken keresztül, meg erre vártak hónapokon uh, keresztül, meg ezért lobbiztak, nem tudom mióta, hogy azt csinálják, amit akarnak. Uh, biztos, hogy jó lesz, csak, csak mi nem tartunk ott. Jó, mondjuk még mindig jó, mint egy cser meccs, ami lenne egyébként, mert kb. ott tartunk. Mert ugye székel gyakjuk egymást permanensen. Én abban bízom, hogy Sasha és Billy ugye már nem egyszer bizonyították, hogy kiváló közöttük a kémia. Igaz, főleg fordított felállásban birkóztak, hogy Sasha volt a hír, de, bízok benne, hogy ezt így is meg tudják oldani. És most, hogy egy ilyen platformot kapnak a cellával, tehát egy olyan meccs típust, ahol alapvetően nagyon szabadjára lehet engedni a dolgokat, az érzéseket, az emóciókat, tényleg a, a kreativitást. Én, én egy nagyon jó meccset remélek tőlük. Ö, azt gondolom, hogy az est potenciálisan akár legjobb meccse is lehet. Nem ártana tényleg, hogyha egy kicsit már előrébb tartanának a fűtban, és nem most, de, de le fogják hozni. Egy apró dolog van, amit, amit szeretnék kicsit másképp látni, mint a tavalyi évben. Tehát ugye tavaly volt a sasha beki meccs a cellában és annál a mérkőzésnél nagyon azt éreztem, hogy Sasha és Beki a cellával birkóztak, és nem egymással, tehát abszolút a cellához, a cella lehetőségeihez illesztették azt, hogy mit raktak bele a mérkőzésbe, és most így azt szeretném látni, hogy Billy és Sasha ténylegesen egymásra fókuszálnak a, a mérkőzésükön, és, és akkor ez király lesz, mert ezt csinálták ugye annak idején az NXT-ben, és most, hogy végre kapnak egy ekkora platformot, én, én nagyon jó dolgokat várok tőlük. Reméljük, hogy nem gurul le a csök hogy a cellában birkózunk, és az jó. Mert azért akkor, akkor szokott ez működni, hogy kicsit elvisz minket, aló, hogy ó, végre van lehetőségünk ilyet is csinálni. Hát, ha a sztori fog a középpontjába kerülni, jó lenne. Egyébként abszolút ugye ez, ami akkor kötne le igazán hosszan is a mérkőzés. Főleg, ha tényleg mondjuk lesz hét, mert csak akkor lesz idő bőven. Ha olyan mesélés lenne, amit elvárok a két embertől, de remélem tanultak a tavalyiból. Vagy, ha megint jobban el fog gurulni a gyógyszer, és még jobban a cellával fognak birkózni. Az a másik variáció. Te rátennéd az övet szására? Még nem. Még nem. Tudod, ezért vagyok bajban én is, mert a nem tartottunk nem tartunk ott, de meccs-típusban igen. Szóval szerintem a cellában csak rá kéne rakni az övet szására a béli ellenében. Csak... De, mert hova mész tovább? Ez a legnagyobb probléma, megint a gimik alapú PPV-vel, hogy oké, okay, hogy most cellázunk, de akkor hova megyünk tovább? Mi az, amit nem csináltak? Mi, mi, az, amit, mi, mi az, amit nagyobb a cellánál? Van egy hát megoldás, igen, a... de az az elég régen láttuk. Szóval so, a Free Stages of Hell csinálni PG-ben, az érdekes. Na, olyat csajok mondjuk még nem csináltak. Az igen. Hm. Csodálom, hogy nem jutott eszembe szembe egyszer véres november főmecsbe, bukoltam egy olyat. Pontosabban javasoltam egy olyat. E, Csináltunk Na is? jó. Igen, meg is lett csinálva. Ja, véres nem. november négyen en uh, Renegade és Angel Fire csinálták. És aztán a Nitro Angel Fire is az lett volna, ami Angel Fire eltörte a lábát. Igen. Hát az tényleg Free Stage is a Hát az pokoli lett. Igen. Iron Woman meccs is szóba kerülhetne, csak az már volt közöttük. Meg az nincs följebb a cellánál. Fiú szempontjából. Legalábbis az én hiányom szerint. Hogy Ortonnal és Színával megcsinálták egyszer, hogy cella volt előbb és Iron Man utána. Ez 2010-ben, vagy 2009-ben. 2009, 2009, 2009 volt, volt. Emlékszem Igen. rá. Igen, nem kell a, nem amikor az azt betolták. Azt az időszakot arra emlékszem. A nyolc hónapos szina orton fiúddal. Ugye? Vagy 9 hónapos? Nem, hmm. emlékszem. Szóval, hogyha a csajok oda fognak figyelni a karaktermunkára, és tényleg egymással foglalkoznak, és a, a cellát mint lehetőséget használják, és adják hozzá a mérkőzéshez, akkor szerintem ez király lesz. Hmm. És egyébként akármennyire is ilyen várakozó állásponton vagyok a győztes kirétét illetően, én azt gondolom, hogy Sasának meg kéne nyerni ezt a mérkőzést tehát függetlenül attól, hogy időben nem tartunk ott, ez Sasának a harmadik cella mérkőzése, az első kettőt a másik két horszú mennel szemben ugye elveszítette szerintem ez az a pillanat, ahol Bélit viszont meg kell vernie ha, ha csak nem akarunk hosszabb távon ebből sztorit csinálni valakivel hogy Sasán nem tudott eddig cellát nyerni nem tudom, én, én, én ettől függetlenül beadnám most a szásra győzelmet. Ez, ez most az én ösztönöm, hogy, hogy ezt célszerű lenne meglépni, de nem lepüdnék meg rajta egyáltalán, hogyha Bélin tartanák az övet, mert úgy látszik, hogy a WB nagyon jól el van ezzel a, ezzel a felállással, de, de én, én szasát választanám ezen a ponton. És aztán telibe tolni a promóciót a mandalóriaival, akkor is, hogyha csak 25 másodpercet szerepel benne. Tudod, mi az, ami most eszembe jutott hirtelen? hogy azt lehet még megoldani, hogy írjátok itt a cseten srácok, hogy húzni a sztorit, hogy akkor no contest lesz a vége. Lefognak esni ne a zéról, a cella oldaláról, és no contest. Tavaly DQ volt a cellában. Két éve no contest volt a cellában. Felejtsük már el ezt egy életre könyörgő? Nem felejtik el. Sajnos. De mondta, hogy... Ajánlom, ajánlom, hogy felejtsük el. Én is elfelejteném, de mindegynek. a legnagyobb ökörség volt a cellába bevinni a, a, DQ, szóval az, az a tavaly az valami borzalmas volt. A no contestet Aron. még lenyeli a gyomorom, hogy nem tudják folytatni, azt még meg lehet oldani rendesen, azt még, még lenyelem. De, de az ízét nem. A dq azt nem. Abban a mai napig csak izének expatnak a reakciója azt, maradt meg. Az amit is ugye a bocsalókban még. nézte a mocsalokban végignézte a dékúzást, a jó show volt ben. Soha, is. tudom, hogy, hogy, nem fogtok ide visszaívni, de mi a faszért kell dékút rakni a cellám? Az, az, zseniális. A vacsalong néha annyira jó dolgokat produkál, ez ami elképesztő. Sokszor a... gondolkodtunk rajta, srácok, hogy nekünk is kéne a vacsalongot csinálni, csak aztán így mindig elvetjük a dolgot. Igen, igen. Az nem egy szórakoztató kontent, mert mi általában úgy nézünk birkót, hogy kus van. Szóval így. Uh, mikor valami olyan történik, akkor beszélgetünk egymással, de egyébként mind a ketten pont azért nem szeretünk közösségben wrestlinget nézni, mert mindenki pofázik mindig. meg nem szeretjük azt. Igen. Szóval nálunk a vacsorunk az izgalmas. Igen, mert mi figyelni szeretünk Igen. alapvetően a dolgokra, és akkor beszélünk egymást az, amikor valami tényleg fontos dolog történik, és vagy fasság. Realizáljuk. Vagy fasság. Meg hát igazából az a, a, az a szitu, hogy sajnos nem vagyok olyan ember, aki valakinek a kislábújáról is kitalál egy szellemes történetet improvizálva, úgyhogy hájjaj. Nor Norbi, elég mondom. egy PPV-t egyszer megnézni. Főleg, amikor négy órás PPV van, még egyszer nem... Nem. Főleg, hogy azt a, a ott a bidobi rászállt mindenkire, azóta nagyon nehéz megcsinálni. Szóval úgy, hogy, hogy, annak semmi értelme. Mert, mert ugye gyakorlatilag nem látjátok, hogy mi mit látunk kép, nem halljátok, hogy mit hallunk kép, és nem is hallhatjátok, és nem is láthatjátok, mert megbasz minket a WWE úgy, ahogy akar. Az gyakorlatilag, az a kontent már nem működik. Az pár évvel ezelőtt, amikor még nem szálltak ennyire rá a különböző szolgáltat szolgáltatók, különböző streaming platformok és él platformok a copyright akkor működött volna, a jelenlegi közegben abszolút nem hiszem, hogy ez működne, anélkül a WWE ránk szállna, mint a sáska. Még akkor is, ha 707 feliratkozónk van. Szalavi, a... ilyen yep. az élet. Hát, te kaptok PPV elemzést, ami, szop, ami szerintem minőségi content ilyen téren, mert az koncentráltabb. A, annak meg mi értelme van? Norbi, szóval úgy mindenki nézze meg a PPV-t, szóval nézze meg a PPV elemzésünket róla. Mi is így csináljuk. E, nem tudom, Matyő, szerintem az amerikaiak nem állítanak ilyenkor órát, ők később állítanak, szóval szerintem korábban lesz PPV most. Most öt óra a különbség, úgyhogy e, már lehet, hogy éjfélkor kezdődik yeah. a PPV. Mert e, ott, ott jelen pillanatban még nem volt óraátállítás, mint nálunk. Egyébként ezeket a PPV-ket szerettem kifejezetten, amikor még fiatalabb voltam, és... E, csináltam ilyen őrültségeket, hogy élőben néztem ppv ket Néztünk Helina uh, együtt, ugyanígy. Én is emlékszem. <laughs> Ez nem volt olyan régen. Igen, igen olyat csináltunk valóban 2015-ben, amikor Lesznár és Téker birkóztak a cellában. Egy, egy darab PPV-t néztünk meg így élőben. <laughs> ja. Meg voltunk csoportosan ránbőlt nézni. Ja. Ugye? ja. Amit Orton nyert meg és majdnem megőrültünk. De jó volt. Meg izét néztünk együtt még Battlegroundot. Vagyis hát nem néztük. Közben, ó, milyen kedves a, a WB Network, most látom, hogy a, a saját időbeállításomhoz igazítja a műsoridőpontokat. Tehát itt mondod. szerepel a listában a hellinus hogy 12 éjjel. Nem mondod. Nagyon jó. De bizony, Hellinacel kickoff 11 p.m. azaz 23 óra, és aztán Hellinacel 2020 éjén éjjel, vagyis éjfélkor kezdődik most uh, a PPV. Tehát uh, ez, e, ezt a PPV-t most kivételesen éjféltől hajnali háromig nézhetitek. Ja. Az még annyira nem is olyan vészes fogalmazzunk úgy. Ó, viszont az izé az jobban érdekel, mint a Chronicle. A tékeres, ortonos Antold. Ez egy fokkal jobban érdekel. <laughs> Na mindegy Hol tartottunk? Béliéknél, ja, azt, azt lezártuk szerintem. Elmondtuk mind a kettőre, hogy mit gondolunk, abszolút nem, nem, látom, hogy hogy ezt hová tudnánk hová hová tudnánk tovább fokozni ezt a hype train-t, ami megy éppen a hálina szel felé, de beszéljünk akkor uh, a ideje lezárni, te is úgy érzed? <laughs> Igen, ö, nagyon úgy érzem, hogy ideje lenne lezárni ezt a feudot, de nagyon félek attól, hogy hogyan fogják lezárni. Szerinted képesek rárakni ortóra az övet? Én simán kinézem belőlük. Cs csak mit kárt izé, hilleket hoztak át a Fészt alig. Kit küldesz Orton ellen? Stice törnöltet, ez Face Finded. A Face Finded. Nagyon jó. Ez a bajom nekem is. Hívó. Az Hír. valóban több van. De ettől függetlenül nem bízom a Debrevi-ben. Tehát, hogyha itt az történne, aminek szerintem történnie kell, az az, hogy Drew megcsinálja a háborút eldöntő győzelmet Orton felett de abszolút nem bízom a fiú eddigi alakulása után a WWE-ben, hogy ezt ténylegesen meg is csinálják. Egyébként Drúnak most tényleg nem érdek kihívója lett a draft által, tehát bőven lenne kivel tovább vinni a sztorit, de, de ehhez valahogy át kell vergődni a cellán, és ez nekem egy nagy kérdőjele pillanatban. Jó, hát én is félek, fogalmazzunk úgy, hogy a WWE képes fasságot csinálni, én inkább abban hiszek, hogy ebből egy szuper protect finish lesz, ami védi Orton seggét, amit nem értek, hogy miért kell, amit három vagy négy valamivel elérzök nektek, hogy Orton van olyan státuszban, hogy az meg ha hetente megverné mindenki, avval sem ásnánk el. Fucking rendi Ortonról beszélünk. 15 éve Méni ment a Csávó. Majdnem permanensen. Itt uh, nagy mértékben függ a mérkőzés. Uh attól számomra, hogy mi lesz a kimenetele, de hogyha helyes lesz a kimenetel, akkor a fennmaradó részéből igazából azt a jó meccset ö, várom, ami, ami, szerintem kezdettől fogva bennük volt. Mert ez a Drew Orton párosítás ez olyan, hogy kurva jól néz ki, és amióta először összetették őket, várjuk tőlük a jó mérkőzést, és minden mérkőzésükben volt valami disznó szarabukinggal. Hogyha most az egyszer egy jó kimenetellel megcsinálják ezt a dolgot, remélem, hogy színvonalban és végre ott leszünk, ahová érezte ezt kettőt várom. Hát igen, mert az artalékolást mindig éreztük, mind a három. Három esik volt már? Vagy a ppv n azt hiszem, nem? ppv n kettő. Kettő. Szóval a teatalékolást én is éreztem mindig. És a cella az, ahol már nem tudsz tartalékolni. Mert tényleg hova tartalékolsz, hanem a szellára. vegyük elő tényleg, és tisztán, definitíven McIntyre verje meg Ortont. Én Mi It was me, all along köszönjük szépen, Bazsi hogy feliratkoztál. Milyen Bazsi Balázs? Bai Balázs. Bai Nem mindegy. <laughs> Van egy előfizetőnk első fokozattal, és tessék, nem tudod kimondani a nevét. Hát, Ez gáz. Más. Majd lesz jobb hangulati el majd meg lesz csinálva, srácok, szóval lesz. Majd még kitalálom, hogy mi lesz. Valami. Vagy a doktor, vagy, vagy a paláta, vagy bármi, vagy valami menőbb. Nem tudom mi. Vagy doktor feje így. A, dak a doktor sérti a személyiségű jogaimat. Mert hogy? Mert hogy? Mert copyright infringement. Mert hogy? Mert copyright infringement. Meghúztam az oldalamat. Gratulálok <coughs> Gratul Gratul hozzá. Virgolózár hát hashtagbe, persze. Van az még más is a tudod, amit elő lehet így venni a sarokba. Na mindegy. Jó van, te is kirögnél a helyebben. Az persze, ez nem is kérdés. Meg ki is amikor én csinálok birkórhúzerséget. Így, így, szóval így, van. Ez van, ami, ami azért gyakran erőszakot fordulni. Na, szóval én is azt várom, hogy tényleg uh, megintett gyakja meg Ortont, és menjünk tovább. Gyújtsam meg a lázadás fákjáját? De. <laughs> a lázadás -e? <laughs> Nagyon jó, jó a kis I am a rebel scam! Így van. Lázadó söpredék vagyok. Ezt, ez, igen, ezt előszeretettel szoktad hangoztatni. <laughs> Oké, van nekünk még egy román J. szó mérkőzésünk, ugye az Ike a cellában, Amivel most először történt egy olyan fordulat, ami annyira már nem tetszett. Ugye ez a mostani SmackDown-on hozzáadott stipuláció. Ah, hogy legyünk csicskák? Hogy igen, akkor követitek a parancsaimat, és hogyha nem, akkor kitagadunk titeket az Anuai családból. És miért nem tetszett? Mert kiszámítható volt? Mert... Igen, meg én nem akarom, hogy az úszók most már ezen a ponton bekerüljenek Reigns csicskái szerepébe. Uh -huh. Tehát román eh, Roman jelen pillanatban boromira jól megvan egyedül szerintem. Mármint úgy egyedül, hogy hé menne, de értitek, hogy mire gondolok. Tehát nekem ez a, ez a, fajta mindenki fölött álló tribal chief, ez nem igényli azt, hogy oda rakjunk melléje kelletlen stable szolgákat. Abszolút egyetértek egyébként, hogy semmi szükség rá. Majd később. Ez, ez, ez a problémám vel, Hogyha ez fél évvel később, vagy egy évvel később történik meg, hogy kicsit frissítsünk a dolgokon, akkor inkább. de, de most, most én ezt kicsit fölöslegesnek érzem. Elég lett volna maradni ennél az el törzsvűnöknek vonalnál, szerintem. Főleg, hogy most mi az Isten kezdjünk vele? Szóval a románnek pont, hogy nincs rá szüksége? Szóval a román a fizikailag az egyik legjobban kinéző ember a rossz teren, Képes mindenkit meggyakni. Bazeg, leszkvassolt a kábér Stróment, aki a ultimate übermensch a rossz teren mert 160 kg és 198 cm és kockás hasa. Az az ultimate Uber mencs, Annál nem tudsz jobban az lenni. Hát, hát tökön vágt a a mérkőzés közben, de egyébként azt leszámítva számítva, igen, tehát nagyon impresszív győzelem volt, amit Roman ott megcsinált Strowman ellen, és, és, én a továbbiakban is ezt, ezt, várom tőle alapvetően, hogy, hogy neki ilyen csicskákra semmi szüksége nincs. Nem, abszolút nem. Minek? Ez itt a kérdés. Ha csak nem ilyen szuper lazában nyomjuk, mint annó Nation of domination nel Rokkék. Szóval azt még el tudom képzelni, hogy, hogy, oké, okay, egy umbrella alatt van, de nem nagyon szólunk bele, hogy mit csinálunk, J jól nézünk ki együtt, az kész. Csak az a baj, hogy ebben a pillanatban a fiúdnál semmi értelme nincs. Mert pont arról van szó, hogy az úszók nem akarják elismerni. Most utána nem fog, az Z minden, minden és dalolászva dolgozni. Na mindegy. Kicsit, kicsit én is úgy vagyok vele. Egy év múlva, fél év múlva tökéletesen jó lett volna. És akkor a meg fog minket lepni, hogy Román megveri öö, őket, és izélyek nem fognak engedni. Nem tudom, srácok, tehát most ezt a feudot kinyújtottuk még egy következő gálára, effektíve azért, mert nincsen jobb megoldás, amivel el lehetne cseszni az időt, meg mert kurva jól működött az első fejezet, amit Roman és Jay lenyomtak, de én nem csinálnék ebből stable Tehát most ezt itt lerendezném. Én is. Abszolút. Ez az első lépés arra, hogy Roman buzi, overen legyen a top dog hill, a SmackDown. Ennyi. Én is ezt, ezt látom abszolút ebben, nem pedig azt, hogy most itt ledomináljuk a, a SmackDown-t minden téren. Jó, hát akkor ezt a mérkőzést nem gondoltuk túl, egyikünk sem. Nem. Érkezett arra vonatkozó kérdés, hogy a Reigns kontra Joe mérkőzés mennyi látunk? Ez egy vitáspont köztünk elég ö, Egyébként eléggé Srácok, szóval ebben vitáztunk a draft videó körül Meg a draft körül elég komolyan ö, Két probléma van vele Az, hogy Joe nem birkózott Nem tudom mióta Másrészt az, hogy nem tud birkózni, mert nem marad egészséges Én imádnám Mert Joe az, aki Mindig a külön utaz szamolai volt Szóval Joe azt testésíti meg a szurkolók egy részének. mondok szurkolók? A fanok egy részének. Szóval abszolút úgy gondolom, hogy Joe ezt, aki követi Joe-nak a karrierjét, meg a izé, Joe abszolút ezt az utat, hogy ő független ettől az egésztől. Szóval ugye ő nem családtak, ő abszolút egy másfajta, ugye Joe, másfajta szamolai Joe, és látnám benne a potenciált, ha Joe öt évvel fiatalabb lenne, és nem az, hogy folyamatosan sérült. ha egy adáson lennének, tehát Joe azt a műsort kommentálná, ahol Roman birkózik, mint ahogy ez ugye a valóságban nem így van, akkor el tudnám képzelni azt, hogy csináljunk nekik egy van offot Hogy Roman elkezd buliskodni joe a kommentátor asztal mögött ülő joe hogy őt is bevonja úgymond a törzsébe, hogy ő is ismeri előt, és akkor Joe egy mérkőzésre föláll a kommentátor asztal mögül és kiáll ellene. Ezt, ezt alkalmasít meg lehetne csinálni. Nekem az az egészen a problémám, hogy nem tudom, hogy Joe jelente ennyit a WWE közönségének, mert azért az itteni karrierje az nem volt olyan magas röptű, hogy őt különösebben kiemelje, mint, mint egy fontos szereplőjét ennek a szervezetnek, és és, és így, így nem vagyok benne biztos, hogy, hogy ez, ez, ez valóban akkora értéket hozna magában, mint amekkorát így fantázia szinten. Én joe val megmondom őszintén, nagyon jól el vagyok, hogy, hogy Ró kommentátor, szerintem tök jó helyen van, egy hosszú távú állást talált magának, és, és eléggé bizonytalan vagyok annak a tekintetében, hogy ezt a mérkőzést ezt megérnie megcsinálni. Kifejezetten szórakoztatónak tartom Joe-t a kommentatúrásban én is abszolút egyébként. Sajnos tényleg az a baj, hogy joe a főosztályos karrieré nem úgy alakult, ahogy azt, ahogy vártuk volna, és, és tényleg nincs ott, én is látnám, én is nem oszteres, szívesen látnám, én is látom benne a sztorit, euh, én is látom benne a mögött sztorit, mert ugye azért tudjuk, hogy joe Azért tényleg ez, ezt, amit elmondtam, azt jelentett abszolút mindig a különutas e, loaner szamójait. De, de, abszolút. E, nincs abban a helyzetben most Joe, sem fizikálisan, sem e, státuszban, hogy ez való életbeni szenárióban működjön. A, bár ugye Joe közölte, hogy a draft után, hogy ő nagyon úgy gondolja, hogy az ő in beli pályafutása még nem ért véget, az más kérdés, hogy a hogy gondolja. Én erről mindig arra gondolok, meg az út az eszembe, hogy ugye Joe beült a kommentátorállásba, hogy lesz, ami lesz. Most próbáljuk ki kicsit ezt. És éppen elkezdett azon tűnődni, hogy basszus, ez voltaképpen aképpen egész jól megy, és abban a pillanatban megszólalt a fülében, hogy Vince, hogy te Joe, itt van valami, pal! Such <laughs> a good valamire, shit. Pal. Ugye, igen. És, és egyébként igen, bár hozzá kell tegyem, hogy az utóbbi időben már John is érződik, hogy a WB producerei kicsit rámásztak, mert kevesebb, Technikai jellegű infót mond el a mérkőzések alatt, mint az első időszakában, és többször ordibál a maga módján. Szóval szerintem Vince is mancsába kaparintotta Jót, és elkezdte formálni őt, mint az anyagot, hogy milyen kommentátor szerepne arra a szerepre. Pedig ugye Jónál az első hónapjaiban pont az volt király, hogy nagyon nem tűnt túlírtnak, nagyon nem tűnt úgy, hogy a producerek teljesen belenyúlnának abba, amit ő mond a mikrofon mögött. Most azért már észrevesztek ilyeneket, de még ezzel együtt is egy kifejezetten szórakoztató kommentátor. Egyébként Berett is az az zenek zenekstéren. Igen, igen, Berett is az. Abszolút. Nem is, miért próbálsz meg nulla karrierrel lévő birkózót rakni Kolornak? Mert ugye Byron is az, mert neki is abba kellett hagyni meg Graves is, bár Graves egész jól bele, talán úgy szóval Graves egész jól lett. De... hát eh, Jó, azt mondom, hogy egész jó, nem? Azt mondtam, hogy JBL szint, meg King szint, mármint a fiatalabb King szint, szóval nem a, a pedofil öreg King szint, ami most van, hanem a 90-es évek közepi King szint, ami vicces és szórakoztató. De, ami abban a, a politikai... Nálam... Graves nálam jó volt, aztán elromlott. Eh, igen, igen. Igen, van benne Most a már inkább idegesítő, mint bármi más. Kicsit, igen. Sexton, Sexton meg tipikusan az az ember volt, akit jó előre megjósoltam, hogy egy ilyen állandó tagja lesz a WB kommentátor csapatainak, mert annyira stimulékony az ő egész modora, meg karaktere, meg mindene, hogy bárki mellé be tudod rakni, és meg, megcsinálja azt, amit a WB vár tőle ami persze nem biztos, hogy szórakoztató kommentár lesz, mert a WB elképzeléssel a kommentárról az nem mindig szórakoztató, de Sexton kiválóan belesimul bármilyen hasonló rendszerbe. Azért ebbe a WB kommentár vitában nem menjünk bele, mert az mindig csúnya helyre vezet. Az internetnek van egy, internetnek van egy elég markáns elképzelés arról, hogy mi kéne hogy jó legyen a kommentár. Van az oldtimereknek is egy nagyon markáns elképzés arra, hogy mi legyen a jó kommentár, meg van de mindenki is egy elképzelés arról, hogy mi legyen a jó kommentár, és hát eléggé eltérő vélemények vannak. De, mint ugye JR példány látjuk, nem működik az oldtimer kommentár, szóval azt a vitát kilőhetjük. Jó, JR-nek azért volt ma egy érdekes megnyilvánulása a podcastjében. Ugye elkezdett arról beszélni, hogy szerintem néhány birkózót, sőt a legtöbb fiatal birkózót agymosták azzal, hogy nekik mindenképpen hosszú meccsekre van szükségük ahhoz, hogy el tudják mesélni a történetet, amit akarnak, és JR szerint ez egy totális lakvágány, mert hogyha a rendelkezésedre álló pár percben nem tudod elmesélni a történetet, akkor valószínűleg nem vagy elég jó íring birkózó hozzá. <Sessz> amit azért meglepőnek találok, mert egyébként pont az All Elite Wrestling nagyon sokszor bűnös abban, hogy indokolatlanul hosszú mérkőzéseket rak a tévébe. Egyébként, ja. De... Meg a PPV-n is a meccseik néha pár perccel hosszabbak, mint amennyi kellene nekik. Ezt a legutolsó ppv kapcsán is elmondtuk, amikor azt néztük. Igen, de az NXT is eléggé bűnös ebben tényleg, szóval az NXT-ben is sokszor miért rakunk main eventet a második pozícióba a kurva életbe? <laughs> de ott inkább takeoverben, tévében nem Igen, a té a TV de A tévében, de biztos tévé meccset birkóznak. Az is hosszú, legalábbis a délőtti beszélgetésünk alapján szerinted az. Euh de de abszolút úgy gondolom, hogy hogy a 8-10 perces meccsnél nem kéne többet rakni tévébe. Hm. Szerintem is kicsit egy, egy trend, hogy túlzásba esünk, és, és mindig ott van a mérkőzéseknek az a faktora a modern birkóban, hogy meg akarunk mutatni magunkból mindent, amit bele tudunk rakni egy adott mérkőzésbe, és ehhez van szükségünk az időre. Igazából nem azért kell nekünk több idő, hogy jobban el tudjuk mesélni a történetet, amit akarunk, hanem arra kell a több idő, hogy még négyel öttel több szekvenciát bele tudjunk pakolni. És, és ez, a, ez a jellemző trend szerintem. Tehát a mérkőzéseknek kell, hogy legyen egy lényege, hogy ez a tímeccsetek most erről szól, ezt adjátok át a közönségnek, és hogyha ezt megcsináltátok, akkor mehetünk is haza. Én nem akarom megmondani ezt, hogy ez 5 perc legyen, vagy 8 perc legyen, vagy 10 perc legyen, de szeretném, hogyha ez lenne a fókusz. És nem az, hogy Chip, you rakjunk know bele minél több szekvenciát, azért mert best. csak. Oh, no. oh, here we go. Azért, mert megtehetjük, mert a promóter van olyan kedves, és ad nekünk 3-4 percet, hogyha kérjük, csak azért, hogy többet tudjunk csinálni a mérkőzésben. És, és, néha így egy kicsit úgy érzem, hogy elveszik a lényeg az egészből. De tudod, ez is egy érdekes... Elveszik a fókusz. Ez, ez is egy érdekes hullám, mert megnézed a bütőbinek az adásait. A, a Rónak a korai időszakában volt az, hogy nagyon hosszúak voltak egy-két meccs rajta. Szóval amikor elkezdődött maga a raw, akkor ugye, hogy, hogy több birkót mutatunk meg több izét, akkor volt rajta, amikor nagyon hosszú meccsek voltak. Jött az attitűd, akkor lett egy nagyon visszaesés, mert ugye 6-7 perces meccs nem nagyon van több a, egy attitűdról. Annyi se volt. Annyi se. Legtöbb annyi se volt. Igen. És akkor ahogy elkezdtünk belemenni a rootlessbe, elkezdett nőni. És és akkor is volt egy ilyen csúcspont, amikor tényleg ilyen 20-30 perces Raw main event van, meg 20-30 perces Smackdown main event, ami kifejezetten kiváló birkózás volt, szóval tényleg a, a 2000-es évek úgy második felére így ez így beállt. Majd meg lett egy csökkenés, amikor volt itt a 2010-es évek akkor azért volt egy mini de az 20 percnél tovább nem nagyon ment. És most megint elkezdtünk elszaladni a lóval abszolút. Tényleg, amikor bakke birkózunk, 40 percet egy ró mini Mi az Isteni birkózunk ró mini 40 percet? Hát azért ilyet nem nagyon láttam, hogy 40 perc mostanában. Bár Jó, a reklámmal együtt úgy reklámmal együtt tudod azért. Az nem, más. nem, nem, nem birkóznak ezek 40 percet. A, ugye azért problémás, mert három órás só, tehát hogy nyilván kell néhány hosszabb mérkőzés, mert máskülönben a kreatívnak még több szart kell írnia. Ugye. És mint a melléget ábra mutatja, az ritkán lesz jó, ugye? <coughs> Retribution. <coughs> Retribution. Mit csinálsz? Hát, amit az Ali csinál. Főrakja a kezét. Ja, jó. Dogat. Igen, egyébként a legnagyobb probléma a három róval van továbbra is. Annyira tökéletes. Egyébként az a, a, 90 perc az a tökéletes wrestling adás. Az a tökéletes. Tényleg ez annyira perfect, hogy az ne, annál nem tudsz jobbat találni. Hát ez van. Kell a sok reklámidőt értékesíteni meg még egy órával tovább hozni azt az egyre rosszabb, de még mindig viszonylag jónak számító nézettséget. Ja, hát. Té, továbbra, is tényleg mondjuk, is továbbra, is mondjuk, is mondjuk, a USC akarja a három órát, nem a WWE. Így van, így van. A USC-ra ragaszkodik vagy. hozzá folyamatosan. Évek óta. Ők, ők akarták eleve, és ők ragaszkodnak hozzá évek óta. Szóval emiatt se nagyon várható változás. Ha mégis lesz változás, az a WB-re nézve valószínűleg nem lesz jó hír, mert azt fogja jelenteni, hogy olyan szorul teljesít az adásuk, hogy a USA már nem akar belőle három órát. Eh, ja. Na, de az meg tényleg le kéne menni szerintem 500 ezer alá. Vagy még hát? Mert az jelenlegi szintje az már lenne a WWE-nek. Nem hiszem, mert egyébként az izéval is elégedettek a USA-nél az NXT-vel is. Mivel? Az nxt -vel. Csak nem fizetnek ért a szart se. Jó, hát az tény. Az más kérdés. Szóval azért, szóval azért úgy elégedettek, hogy olyan nagyon sok pénzük nem bánja a dolgot. Jó, azért más kérdés, amikor a Róér kifizett évi nem tudom hány százmilliót még mindig, ugye négy százat, vagy mennyit? Évi 200 millió fölött. Ja, már, ja, már a négy, ötven, a kettő együtt, igen. Ja, Blasei, mit most abszolút nem értünk egyet, én nem vágyom hosszú meccsekre a tévében, tehát ez a minimum 10 perc az nálam egy midcard mérkőzésen, vagy akkor, hogyha különböző kategóriákba tartozó birkózók, úgy mint midcarder main ellen, vagy midcarder lowcarder ellen birkóznak, nekem ez elviselhetetlenül sok. Én, Ö... ősz... én őszintén egyébként meglennék egy 50 perces adás,hol van két meccs. Szerbusz. két 10 két perces meccs maximum. A többi meg promó, és hogy hívják? Birkózzunk a PPV-n. Azért van a, ez a modell. Szóval én, én nagyon tudom unni a különösebb háttértörténet nélküli más kategóriába tartozó emberek között a hosszabb meccseket. Senkinek nem lesz szüksége, senkinek nincs szüksége rá, és senki nem lesz over tőle. Tehát hogyha egy magasabban jegyzett talent ö, nem tud viszonylag gyorsan elbánni egy alacsony jegyzett talenttel, akkor a magasabban jegyzett talent szarul néz ki tőle. Szerintem. Úgyhogy én, én rövidebb meccseket szeretnék alapvetően az adásokban, nem hosszabbakat. És Norbi, a minimum tíz percet, az, ez most tipikusan olyan, amivel nem értek egyet. Normi nem a női meccsekről kukázunk, én abszolút a izé modellre gondolok itt, ami tökéletesen működik, a power modellre gondolok. Zs, az annyira gyönyörűen működött, nekem ez valami hihetetlen. Néha 60-40% volt a promók arányába, néha 50-50 volt, nekem az tökéletes. Nem akarok én is izé random mitkár meccseket nézni, amik ezerszer látott páros is lászak. Nem. Majd a ppv n megnézem a mérkőzést, mert akkor érdekel a mérkőzés. Jussunk el a ppv re Ízlések és pofonok. Nem rajta. De ebben nagyon nem értünk egyet Blazsely kollégával. Jó, én mondjuk alapból ilyen szinten old school vagyok, szóval a, alapból nem akarok látni 50-50 meccset egy mini-venter meg egy mid -er között. Meg egy mini-venter meg egy low -card -er között. Szóval gyakt meg, azért low -er, az a dolga. Azért ő a jobb guy, ugye? A, ugye Norbi a rettentő jó ortonos tévémecsek például, amikor orton basszus három reklámszüneten keresztül headlockban tartja az embert. A, az gyönyörű volt. 2000-es évek második fele. Meg Owensnek a headlock mesteres cuccai, az borzalmas volt. Nagyon. Úr. És néha pont ez a bajom az olajt wrestling -el, hogy túl sok benne a wrestling. Ugye? Beszéljetek többet, könyörgöm. Mert nem a, nem az a, a birkó miatt leszek élni. kíváncsi arra, hogy birkóztok hanem a sztori miatt leszek kíváncsi arra, hogy birkóztok. Ami például ugye a legjobb példa a Roman Reigns J. Uso mérkőzés, amire kurva kíváncsi vagyok, és kurvára nem birkóznak egymással. A meccsük is inkább szegmens volt, mint meccs egyébként. És imádtam, ugye, és élveztem a is. PPV-n, és igen, igen, ezen a téren nincsen sok vita most köztünk. Nem, ezt most, most abszolút nem tudunk itt most ezen vitatkozni, abszolút itt most helyeslés van. Bár ugye a, a, a azért van vitánk, mert abban nem értesz velem egyet, mert a squash meccset nem szereted. Bár pont most dicsérted meg a mai adásban a szóval. Azt, a, azt, nem szeretem, amikor tele van az adás ilyen lokál jobberek elleni mérkőzésekkel, hogy azt legyakod egy percben, meg két percben. Azt, azt nagyon old tartom. De meg, meg mint állandó elemet. De megfelelő ellenféllel szemben, például most, ahogy omega csinálták Sony kiss egy megfelelő szituációban szerintem nagyon hatékony tud lenni. Ugye, abszolút, én abszolút azt mondom, hogy a, a, néha az old school squashból nem rossz dolgok sülnek ki. Csak ne csináljuk négy héten keresztül a építésére, mert az már nem fog működni. Uh, t -t -t -t. Kis Norbi Briannek voltak a szakáll előtt olyan korszak, hogy a meccsei lokokról szóltak, 90%-ban azok már magyarul voltak, és az volt a szöveg, hogy százféle fogást ismerte, valahogy mindig ugyanazt tolta. Nem volt az annyira rossz. Bár ugye ez is ízlések és pofonok. Én kifejezetten szeretem azt a birkót. Mikor ugye... Van. Na, azt mondjuk én is megnézném Csabikun. Hogy trusz ökörködni próbálna rénkszel. Rénz meg meggyakja, mint a szemét. Az ez. És <hállt> meggyakja a székkel. Hú, de jó lenne. Imádnám. Egyébként. Az lebel lak. Ugye az volt a finisher ennek mert ugye egy helyen edzettek a Jim Löbellel, és ő tanította meg neki. Vagy legalábbis ez volt a sztori. Igen. Igen. Na mindegy. Akkor is a legjobb, amikor a izét akarta, ugye a... a, cattle mutilation-t akarta csinálni folyamatosan. És <laughs> mindenki mondta, hogy nem jó ötlet. <laughs> é, nagyon jó. Jó, a régi időszak azok is. De jó van, van még kérdés, óhaj, sóhaj, bármi. Akár a csettől, akár tőled. Tőlem nincs. Holnap ppv akkor majd meglátjuk, hogy mikor veszük föl az elemzést róla. Ha jó lesz a PPV, akkor még hamar, hanem akkor valószínűleg lehet, hogy csak a live ban lesz. <laughs> hát, meg meglátjuk, srácok. Reméljük, hogy nem lesz... Igen, beszpony... én is. Mond. Én is mindenkinek jó hiacnézést kívánok Csaba Kunthoz csatlakozva, és bízunk benne, hogy egy jó ppv kapunk a WWE-től. Három top mérkőzésben, ugye három cellamérkőzésben azért mindenképpen megvan a potenciál, úgyhogy ezt próbáljuk meg kiozni, és mindenkinek nagy hajrá. Én csak azt szeretném, hogy ne legyen olyan, olyan mint a tavalyi. <laughs> nem teszed magasra a lécet. A többi nél nem szoktam. Az LXT-nél egy picit magasabban van, de az a nél nem szoktam magasra tenni a védszet. Majd meg, ez, tudod, ez úgy szoktam eldönteni általában, hogy hogy nézem a PPV-t, hogy mi az opener. Ha az opener rettentően rosszul nem érdekel, akkor megy a kettes monitorra, ha az opener érdekel, akkor leülök és a tévé előtt nézem meg. Elárulom valószínűleg egy cella lesz az opener. É, jó, de a, a, na, az is változhat, hogy melyik lesz. Mert mondjuk lehet, hogy a eh, nem azt mondom, hogy megint előrékét átrakom a kettes monitorra, de lehet. Biztató. Éh, de. Ezért jó, hogy nekem nincs kettes monitorom. Az tény. Nekem muszáj néznem, hogyha egyszer elkezdtem. <laughs> Kikoffba majd... sincs bejelentve semmi, kedves Mateúj. Ez az öt meccs van bejelentve a kárdra. Ennyi. Nú, no, majd valami random tech team baszást fognak rakni a street profits vagy a üzéjékkal. Srácok, korábban beszéltünk róla, úgy tűnik, hogy éjfélkor kezdődik a PPV, ja. lehet, hogy az még csak a prisó, de éjfélkor valami elkezdődik a networkön. Tehát szerintem, hogyha élőben akarjátok nézni, akkor menjetek oda éjfélkor. Yeah. Yeah, az a legjobb. És a nagyot akkor nem csalódhattok. Mert most közelebb vagyunk időben az amerikaiakhoz, ami óraáltállításunk miatt, tehát csak 5 óra a diffi. Yep. Ja. Jep, yep. Na, akkor zárjuk le. Ez holnap majd fölmegy a YouTube-ra, hogy vicces, mert mindig a PPV felvezető műsor a PPV után jön ki, de hát ez van. Ha valaki ezt a sorrendet akarja megtartani, az megteheti. Nyugodtan. Azon kívül tudjátok, hogy mit kell még csinálni, feliratkozni a csatornánkra a YouTube-on, vagy pedig itt követni minket, vagy ha támogatni akartok, akkor lehet feliratkozni is, mint Baji Balázs tette a mai napon. Ezen kívül nyugodtan kommenteljetek, hogy ti mit vártok a PPV kapcsán, akár a Discordon, akár a Facebookonkon, mert most YouTube-videót nem tudtok, szóval nyugodtan lehet a Discordunk ppv de a ppv topikjával behányni, hogy ki mit vár a PPV kapcsán, aki nem mondta el még a chatben, és összefüggően el akarná mondani magát. Ezen kívül nyugodt Tan lehet nézegetni a pólóinkat. Doktor előveszi a lázadás helyet, ezért megölöm. Beszélj már inkább. Nem beszélek. Nem beszélek hozzád, mert gonosz vagy. Jó van. Mindig vagy. Nézzétek, akkor nézzétek meg jó árasított a 10 Springs-en. pillanatot. Nem tudom, mit most beszélsz. Oké, okay, szóval nézzétek meg jó árasított pólóboltunkat a t springs és öltözzetek szorító dizájnokba. Ha beszélgetni van kedvetek, gyertek el a Discord szerverünkre, ahol én is és bárfi is rendszeresen jelen vagyunk. Továbbá támogathattok minket eh, rendszeresen a Patreonon keresztül, vagy egyszerűen a, a Stream oh, no. nem kell más, csak egy PayPal fiók vagy egy bankkártya. És mindezeknek a linkét megtaláljátok a videók leírásában. Befejezted? Igen. <laughs> Na no, várjál. This is the way. This is the way. Már csak három nap. Vagy nem, öt nap. Hol lesz? Alig várom. Na. Ez a, és a, mindezek után bizzatok a doktorban. És csak semmi pánik, srácok. And the wrestling is fun. Sziasztok. Sziasztok.